A Nissan Sales újabb adománnyal lepte meg a Fejér megyei esély gyermekvédelmi és gyermeksegítő alapítványt, így a rászoruló gyerekeket, ugyanis laptopokat bocsájtanak a rendelkezésükre, amelyekkel tanulmányaikat segíthetik elő. Deresné Tanárki Mária, a Fejér megyei esély gyermekvédelmi és gyermeksegítő alapítvány elnöke köszönetét fejezte ki Székesfehérvár polgármesterének, hogy a Városháza dísztermében kerülhetett sor az átadó ünnepségre. A Fejér megyei esély gyermekvédelmi és gyermeksegítő alapítvány a Nissan Sales Kft-től 131 darab laptopot kapott adományba tartozékaival együtt. És az volt az adományozónak a kívánsága, hogy ezt a felajánlást ő az állami gondoskodásban részesülő gyerekek javára teszi meg, hogy hozzájáruljon az ő tanulmányaik elősegítéséhez, ismeretszerzésükhöz. És hát ennek az alkalma jött el a mai napon. A Nissan Sales nem először segített a rászoruló gyerekeknek. Az elején ajándékcsomagokkal indítottak, tavaly bútoradománnyal támogatták a Fejér megyei esély gyermekvédelmi és gyermeksegítő alapítványt, idén pedig laptopokkal jótékonykodtak. A Nissannek nagyon fontos az, hogy támogassuk ezeket a gyermekeket, azért a laptopokat ajánlottuk fel, mert úgy gondoljuk, hogy ezzel a jövőben sokkal többet tanulhatnak, sokkal jobb esélyük lesznek az életben. Szekeres Attila hozzátette, mindent megtesznek azért, hogy jövőre is olyannal rukkoljanak elő, ami tényleges segítséget nyújt a fehérvári szervezeteknek.